Sokan keresték fel a város temetőit Minden Szentekkor. Fokozódik a járványhelyzet. Elkezdődött a Ligetút előkészítése is. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Idén is több ezren látogattak el a város temetőibe Minden Szentek alkalmából. Már az elmúlt napokban, főként az ünnepet megelőző vasárnap szép számmal keresték fel szeretteik sírjait az emberek, ám a hagyományokhoz ragaszkodva sokan november 1-ére hagyták ezt. Az Ózdi Görögkatolikus Egyházközség tagjai ebben az évben is a gyári temetőben rendezték meg a szokásos gyászszertartást. Minden Szentekkor az üdvözült lelkekre emlékezünk. Ezen a napon, ahogy a hazánkban, úgy a világ számos országában is, ilyenkor többen felkeresik elhunyt szeretteik, családtagjaik sírjait. Városunkban sincsen ez másként, ugyanis akadtak olyanok, akik már az ünnepet megelőző vasárnapon megfordultak az ózdi sírkertekben, hogy elhelyezzék csokraikat, koszorúikat, vagy éppen mécset gyújtsanak az elhunytak emlékére. Ez az esemény nagyon fontos a történelmi egyházak számára is. Az előző évekhez hasonlóan az Ózdi Görögkatolikus Egyházközség tagjai ezúttal is a gyári temetőhöz vonultak ki, ahol megtartották az úgynevezett panahida szertartást. Ekkor az eltávozott családtagokat név szerint említve idézik fel, és imádkoznak értük a hívek. Szerint élünk, elköltözött, itt beérzett összes elhúny szolgálnak és szolgálódnak, föltámarás életi és nyugalma, s téged dicsőítünk kezdetélkül atyáddal, legszentebb jóságos elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örökkön, örökké. A Minden Szentek hagyománya egyébként több évszázadra nyúlik vissza. Hazánkban a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítésének szokása a 19. század elején kezdett el terjedni. Bodnár Dániel görögkatolikus parókus a múltra és az ősökre emlékezett, majd a meggyújtott gyertya jelentőségéről beszélt a híveknek. A gyertya fénye most arra virágít rá, hogy vannak sebek a mi életünkben, amelyek nagyon nehezen gyógyulnak be. Az idő nem gyógyít be minden sebet. Igen, mert aki elment, az hiányzik, aki elment, az ürességet hagyott maga mögött a mi életünkben. Rájuk emlékezünk most, amikor egy-egy gyertyát meggyújtva emlékezünk az örök élet ajándékára, amelyel bennünket, ami gondvis Istenünk megajándékozott. A legtöbben főként a délutáni, kora esti órákban jelentek meg a sírkertekben. A hatóságok a két nap alatt kiemelt figyelmet szenteltek ezeknek a helyszíneknek, valamint a parkolást is segítették a gépkocsival érkezőknek. Estére a város összes temetője fényárban úszott. A harmadik oltás fontosságára hívják fel a figyelmet a szakemberek városunkban is. Regisztrálni több felületen is lehet. Újabb korlátozások léptek életbe, többek között november 1-től újra kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedésben. Emellett a kórházokban látogatási tilalmat rendeltek el. Egyre többen betegszenek meg a delta vírus mutáns miatt országunkban is. A legnagyobb veszélyben az oltatlanok vannak, mert náluk sokkal erősebb lehet a betegség lefolyása, mint azoknál, akik megkaptak már legalább két vakcinát. Akik több mint 4 hónapja vették fel a másodikat, jelentkezhetnek a harmadik dózisra is. Regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu-n lehetséges. Ezt követően a házi orvosnál vagy az interneten kell időpontot foglalni az eest.gov.hu oldalon. Ózdon a 0648 574 415-ös számot tárcsázva is kaphatunk segítséget. Városunkban is egyre többen igénylik az ismétlő oltást. Nagyon fontos tudni, hogy az oltás a fertőzéstől nem véd, viszont a betegség lefolyásától, kimenetétől véd.
biztos nem fog, aki felveszi a védoltást, nem fog lélegeztetőgépre kerülni. Olyan influenza szarú tünetekbe fog szenvedni, esetleg ha megkapja a COVID-19. November 1-től újabb intézkedéseket jelentett be a negyedik hullám megfékezése érdekében Magyarország kormánya. A cégek és vállalkozások vezetői jogot kaptak arra, hogy előírják a védőoltást a munkavégzés feltételeként. Továbbá a közösségi közlekedésben maszkviselési kötelezettséget vezettek be. Múlt héten újra kinyílt a koronavírus mintavételi pont városunkban is, az Árpád vezérút 27 szám alatt található Volt Bükk étteremben. Itt minden héten 2-től péntekig reggel 8-tól este 8-ig fogadják a pácienseket. A helységben a mentőszolgálat egy munkatársa hajtja végre a vizsgálatot azokon, akik időpontot kaptak a szűrésre. Orr- és garat mintát is vesznek az ideérkezőktől, és kapacitástól függően akár 1-2 napon belül meg is lehet az eredmény. 3 nap alatt nagyjából 100 főt vizsgáltak meg. Meg nem erősített információk szerint mintegy 50 személynél mutatott pozitivitást a teszt. Megkaptam mind a 2 áprilizó, 9 meg 30-án, hogy a egészségemet védjem. Azért. De most is itt vagyok, mert csütörtökön rosszul lettem. Most csütörtök hajnalban, igen, azt a doktornő mondta, hogy ki kell jönnem ide. Ez itt most a második tesztem. 1867 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak hazánkban az elmúlt 24 órában. Elhunyt 39 többségében idős, krónikus beteg, így számuk 30.920 főre emelkedett. 2839 szemét ápolnak kórházban, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma átlépte az 5.955.000-et. 5.736.000-en már a második adagot is megkapták, míg több mint 1.221.000-en már a harmadik dózist is felvették. A kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el, és a betegek számának növekedése miatt újabb létesítményeket vontak be a koronavírusos betegek ellátásába. Tetőtűzhöz riasztották tegnap kora délután a lánglovagokat. Az eset az egyik Csépányi úton lévő családi háznál történt. Ezt leszámítva a hétvégén még 2 helyen kellett beavatkoznia az állomány tagjainak. Egy melléképület is kigyulladt, valamint egy száraz fűtűznél is számítottak rájuk. A fűtési szezon beindulása óta pedig eddig 3 kéménytűznél kellett intézkedniük. Az ilyen jellegű esetek száma egyelőre csökkenő tendenciát mutat. Az Ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai tegnap 2 gépjárművel és 10 fővel vonultak a Csépányi úti helyszínre, ahol körülbelül 4 négyzetméternyi területen égett a tetőszerkezet. A lángokat viszonylag hamar megfékezték, egy vízsugárral oltották el a tüzet. Tűzvizsgálat az esetben nem indult, de valószínűsíthetően a kéményből kibattanó szikra okozta a tüzet. Személyi sérülés nem történt, a anyagi kár viszont jelentős. A Liget út előkészítése zajlott ma délelőtt Szentsimonban. Ez szintén egy olyan útszakasz, amely még sosem volt aszfaltozva, így egy kicsit időigényesebb a folyamat. Először betonoznak, majd ezt követően rendezik véglegesen a terepet. A munkálatok a város egyéb részein is ütemterv szerint haladnak. 75 tonna aszfaltot terítettek szét a Szövetkezeti utcában múlt héten a szakemberek. Azóta a patkarendezés is megtörtént a Táblaváros részben található szakaszon. A rendelkezésre álló keretből itt mintegy 177 méter állapotát sikerült rendezni egyelőre. A Szövetkezeti út sajnos teljes hosszában járhatatlannak minősül az én szememben. Most az útnak az egyik szakaszát sikerült leaszfaltozni ebben az esztendőben. Remélem, hogy a másik szakaszra is sor tudunk keríteni a következő évben, amennyiben a területi képviselő is úgy kívánja, de addig is szükségesek lennének olyan megoldások, mint például a főútról való lekanyarodásnál egy kis sóderrel kiegészíteni, jelezni fogom területi képviselő úr felé. A kivitelező cég dolgozói a gyorsabb haladás érdekében igyekeznek egyszerre a város több területén is tevékenykedni. Az ütemezés szerint még idén el kell készülnie a betervezett 24 útszakasznak. Szentsimonban először a Kródi Gyula út állapotának egy részét rendezték, mondhatni igen hosszan, több mint 400 méteren. Ez azért volt fontos, mert a csatornázás miatti munkavégzés hagyott kívánni valót maga után. Ma reggel pedig a Liget út következett. A Liget úton már 19-ben kérés volt az, a választások előtt tartottam egy falugyűlést, hogy ezt az útszakaszt mindenféleképpen le kellene bitumenezni, meg kellene oldani. Ennek az útnak tulajdonképpen a fele elkészült az előző években. Pénzhiány egyéb okok miatt félig lett kész, úgyhogy most tulajdonképpen ennek az útnak a második ütemezése zajlik.
Ezt hasonló eljárással kezelik, mint például a Zséi Aladár utat, ugyanis ez a rész sem látott még sosem aszfaltot. A földet egyenletesre gyalulták, így eltűntek a felszínéről a gödrök. A folyamat első részében egy 10 cm-es CKT betonréteggel látják el az előkészített felületet, majd erre jön az 5 cm vastagságú aszfaltréteg 70 méter hosszban, valamint 2,5 méter szélességben. A közeljövőben az Áhi Mandrás úton folytatódik a munka. A reformáció napjáról tartott prédikációt Csikai Némihalik Éva. A hagyomány szerint Luther Márton 1517. október 31-én szögezte ki tanításait és követeléseit a wittenbergi vártemplom kapujára, ezzel elindítva azt a folyamatot, amelynek eredményeként a keresztény vallás több ága, például az evangélikus és református egyház is létrejött. Ennek okán a hívek minden évben összegyűlnek, hogy megemlékezzenek ezen egyházak kialakulásáról. Csikainé Mihalik Éva református lelkész úrvacsoraosztással egybekötött prédikációt tartott. A rómaiakhoz írott levélből olvasott fel. A fő gondolat az volt, hogy ha Isten velünk van, akkor ki lehet ellenünk. Szavaival a múltra emlékezett, és az Úr állandó segítő szeretetére. Reformáció ünnepén emlékezünk és hálát adunk. Emlékezünk ősei elődeink munkájára, amikor Isten igéje a vele való élő és állandó kapcsolat világosságot nyújtott embereknek. Tudták, a sok nyomorúság, baj, küzdelem közepette, nem lesz más megoldás, mint visszatérni oda, ahonnan elkeveredte. Vissza a tisztához, vissza a tökéleteshez, vissza az ígéhez, vissza az Istenhez. Verességgel folytatta szereplését az Ózdvárosi Sportegyesület a férfi MB2-es asztali teniszbajnokság 6. fordulójában. A mieink a szerencsvárosi ESE 1-es számú csapatát látták vendégül a Marosi István városi sportcsarnokban. A találkozón mindkét fél jól teljesített, de az ellenfél csapata erősebbnek bizonyult, így ők vihették haza a pontokat. Nehéz mérkőzéssel folytatta hazai szereplését az Ózdvárosi Sportegyesület asztali tenisz szakosztálya, ugyanis a tabella első helyén álló szerencsvárosi ESE 1-es számú együttesét látták vendégül. A találkozót jól kezdték az ózdiak, ugyanis a két páros meccsből az egyiket megnyerték. Ezt követően a vendégcsapat megfontolt, taktikus játékkal felőrölte a hazai csapatot. Végeredmény Ózd Városi Sportegyesület, Szerencsvárosi SE 1, 4-14. Eddig veretlenek vagyunk, úgyhogy az idejövetelünknek a célja az, hogy ezt továbbra is megőrizzük. Nyilván ismerem az ózdi játékosokat, mint jó emberek és jó játékosok, de továbbra is az a célunk, hogy az MB2-t megnyerjük. Ezért is tettem azt, hogy a két játékost igazoltam, és hát úgy tűnik, hogy eddig beigazolt az igazolásunknak a célja, mert hogy eddig minden meccset megnyertünk. A hazai csapat számított rá, hogy nehéz összecsapás előtt állnak. A páros mérkőzések után már lehetett látni, hogy a szerencsiek taktikája hatásosabbnak bizonyult. Az egyéni megmérettetéseknél pedig nagy előnyre tettek szert. Több halasztást követően sikerült összehoznunk ezt a mérkőzést. Hát a mérkőzésnél nem mi vagyunk az esélyesek, ezt most el kell mondani. A szerencs csapata a tabella vezető veretlenül. Nyáron nagyon megerősödtek két erdélyi idegen légióssal. A céljuk az NB1-be kerülés, ez most látszott is az első páros mérkőzésen. A vereség nem törte le a csapat kedvét. November 6-án, azaz szombaton egy elhalasztott összecsapást pótolnak be, amikor is Dunakeszi gárdáját látják vendégül a Marosi István városi sportcsarnokban. Az edzéseket követően újult erővel lépnek majd a pályára, hogy megszerezzék a győzelmet. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Idén is sokan felkeresték a város temetőit minden szentek alkalmából. A görög katolikusok ebben az évben is megtartották gyászszertartásukat. A harmadik oltás fontosságára hívják fel a figyelmet városunkban is. Regisztrálni több felületen lehet. November 1-től újra kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedésben. Ma délelőtt elkezdődött Szent Simonban a ligetút előkészítése. Az útszakaszt 10 cm-es CKT betonréteggel látják el, majd erre kerül 5 cm-es vastagságban az aszfalt.
Vereséggel folytatta szereplését az Ózdvárosi Sportegyesület a férfi MB2-es asztali teniszbajnokság 6. fordulójában. A Mieink a Szerencsiek csapatát látták vendégül. A hírek után lássuk, milyen időre számíthatunk holnap. Szerdán többnyire felhős lesz az ég, így napközben kevés napsütésre van kilátás. Csapadék térségünkben nem várható, és a szél ereje is gyenge maradhat. A közlekedést kötfoltok nehezíthetik, ezért fontos az elővigyázatosság. A hőmérséklet reggel plusz 2, míg napközben plusz 13 fok körül alakul majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően Kaleidoszkóp című magazinunkat ajánlom figyelmükbe. Az adásban a Domaházi Hagyományőrző Egyesület elmúlt 50 évét bemutató állandó kiállításról, Harry Potter varázs délutánról és halloweeni játszóházról is szó lesz. Szurdok Krisztina már várja Önöket. Friss hírekkel szerdán is ugyanebben az időben jelentkezünk. Tartsanak velünk most és akkor is. Legyen szép estét, viszontlátásra!